Na nézzük, keresi tehát. Ott van még a labda a 16-oson belül, nem sikerül lőni, na talán majd most. És mellé megy végül, mert hogy beleérte Soroksári. Ebből egyik, hanem ívelés lesz, így van, keresi, adja be. Rövid sorokra, ott a helyzet, és végül valahogy kiperdül a labda. Na nézzük, 12. perc vége. Kilövi, keresi vagy Lőrinci? Lőrinci adott jelt. És Lőrinci célba vette a kaput. És véd egyet Mergl. Keresztes. Jól vette át, keresztes, ez a cser is jó. Kovács. Kovács, megjátszott Keresit, Keresi, Kovács, kapja vissza, Kovács végül Pintér rúgta rá, de nem megy ki a labda. Keresi pedig visszaszerzi a 16-oson belül, Kovács, azt lehet lőni, Kovács laposan, oldalháló csak. Szabó. Szabó mehet egyedül, Szabó Alex. Keresztes engedi át, így jó, Keresinek, aki üresen, Keresi, eltekeri Keresi, és ez most mellé, fölé. Kovács egyedülre nem tudja, hogy hova dobja be. Most már keresztest célba vette, keresztes mellel, tovább Krajcsovicsnak, Krajcsovics pedig szép cselekkel teszi át a másik oldalra, hogy ebből már támadás vezessen Bence Leitner. Bence Leitner beemeli egyből Lőrincinek, magas Pintér kitessékeli a labdát, marad azonban nálunk. És egy távoli lövés, Mergl gól! Nyitrai góljával 23. percben vezetünk a Soroksár ellen. Nyitrai lőtt rá messziről a labdát, és ez bizony csúnyán benézte Mergl, de ezt a gólt megérdemeltük. 1-0. Holman? Na de hát, ha jön a második, mert nagy labdát kap Keresi, aki most átkeveredett oda a bal oldalra. Keresi mehet, hát ha jön a második, Keresi, ott a lövőhelyzet, megpattan a labda, és végül ebből lesz egy szöglet. Szabó Alex. Na és akkor Bence Leiter beadása, Holman emelkedik, eltűnik ott középen, egy ember, keresztes nem éri el. Mergl jött a kapujából. Bence Leitner. Szély. Holman. Krajcsovics felé egy labda. Krajcsovics be tudja gyűjteni. Pintérre vezeti rá. Krajcsovics. Krajcsovics. Nagyszerű meglátás, Holman helyzetben, és ott egy öngól, 2-0. Vagy Keresi. Na majd meglátjuk ki a gól. Holman is megkapja a dicséretet, mert ezt neki kellett elrúgni a keresztbe. 2-0. Holman tovább. Nyitrai. Nyitra és Keresi góljával 2-0-ra vezetünk a Soroksár ellen, de hát ha lesz az 3 Kovács beadása után, mert az egy óriási labda! Keresi Zalán! 3-0! Kovács mesteri labdát adott, Keresi meg duplázik pár perc alatt. Jól van, hát nem tudom, mikor játszottunk utoljára ilyen jól bajnokin. Edzőmeccsen, igen, ott januárban a BVSC ellen volt valami hasonló, de most hát ezt tétmeccsre is átvisszük. 3-0! Most azonban a Soroksár jöhet szabadrúgással. Jó jön be Széfejel, ott van még a helyzet, dúsban elakad a labda, nincs bent. Bravo Gellért, szép védés volt. Szép játék ez is, Szabó Alex. Szabó be tudja adni, ott a fejes, és Mergl. Lőrinci fejelt. Kovács, Kovács elrúgja, Holman, és mehetünk, akár 2-1-ben is. Holman nem rúgta el egyből, de így is jó lett Lőrincinek, aki kisodródik ezzel a labdával, így Vince vissza tud rá zárni. De Lőrinci még ezt megoldhatja. Lőrinci, na akár egy jó lövés. Lőrinci lő! Gól! 4-0! Lőrinci most villant! A volt csapata ellen egy szenzációs gólt szerez Lőrinci Attila. 4-0! Kovács, Holman, az neki lövőhelyzet, Holman el is lövi mellé. Bocskai tehát, nagyon megnézi magának, rá is lőtte mellé. Ez most nem sikerült jól sajnos. Kovács, megvan a labda, és akkor ezzel Kovács indulhat Kundrák kérni előtte. Kundrák is ugye az első góljára hajt a szezonban, május óta nem tudott eredményes lenni tétmeccsen. Őnek is nagyon jót tenne egy találat. És ahol jön a kapujából Dus Gellért, német. Hajdú oldalra passzolt, a Kovács pedig simán leszerüli ott emberét, Vincét. Kovács, Hajdú mehet tovább, Hajdú a 16-oson belül, Hajdú még mindig, és aztán lesz egy lövés és egy gól. Szép itt a Soroksár, itt a végén 4-1, ez most ezért kicsit bosszantó. És ha jól láttam, akkor Korozmán Kevin a gólszerző. 4-1. Bocskai,
ellökik, de Boskai fel kell és viszi tovább, csak Hazabaj hátrébb jutott. De itt a vége ennek a mérkőzésnek, egy fantasztikus első fél idő után a szezon legnagyobb győzelmét aratjuk tétmérkőzésen ma a Soroksár SC ellen. Budapest Honvéd Soroksár 4-1. Keresi Zalán duplázni tudott, és gólt szerzett Nyitrai Bence is, valamint Lőrinci Attila. A végén még Korozmán szépített.